Marcsák Gergely, Mátyás anyja Prágában, Kárpátaljai ballada. Szilágyi Erzsébet kérvényét megírta, tanárság terheit tovább már nem bírta. Raktáros munkás most Prága városában, fia és a nagyszülők ülnek otthon hárman. Olykor, ha beszélnek vájberem vagy Skype-on, mindig csak azt kéri fiától, hogy várjon. Nem fizet az apád gyerektartást, Mátyás. Tudod, hogy utolsó, részeges és kártyás. Csak tanulj, és légy jó, az egekre kérlek. Százhúszra rúgnak most itt az órabérek. Küldök pénzt hóvégén, mindet félre rakom, s karácsony tájékán lesz pár szabad napom. Hóvégén Erzsébet számlálgatja pénzét, prágai bankok közt gyanakodva néz szét. Húsz koronám otthoni számlára melyikük utalja? És vajon mi az ára? Utaljuk, utaljuk, de miénk a fele? Az asszony azt hiszi, szórakoznak vele. Utaljuk, utaljuk, ötezer a költség. Sok pénzük kívánom patikára költség. Könnyezve csatangol, égig ér keserve. Szegény most úgy érzi, nagyon átletverve. Károgon közeleg egy fekete holló, mint hicskok madara, vagy ahhoz hasonló. Bölcsészként magyart is oktatott Erzsébet, az arca földerül, dereng a történet. Tudja ő pontosan, hogy járt névrokona, s pénzét a madárnak önként adja oda. Világít már a hold, éjfél is elmúltán, Mátyásunk felriad, kocognak ablakán. Kikopog ilyenkor, nem áll, ez egy holló! Csőrében papíros vagy ahhoz hasonló, pecsétje Szigonyos, Ciril az írása, Hadd kiegészítő, szíves meghívása.